Mióta zajlik Budakeszin a Német Nemzetiségi Iskola Forfa épületének felújítása, és hol tart most ez a projekt? Magát a projektet már tavaly elkezdtük, az építési előkészületekkel, tervezéssel, engedélyezéssel. Alapvetően a látványos munka az januárba kezdődött meg. Jelen állapotban szerelőbeton is elkészült ezen, illetve amint lehet itt látni, az acélvázas szerkezet, illetve a bemaradó zsaluzat már fönt van. A falazások most kezdődnek, illetve fölül egy betonfödém fogja az egészet lezárni, annak a vasalási munkái zajlanak. Nyilván most éppen ebben a pillanatban egy kicsit az eső nehezíti, de egyébként az eddigi időjárás nagyon nagy segítségünkre volt. Milyen támogatásból valósulhat meg ez a projekt? Ezt a projektet is a miniszterelnökség támogatja, tehát magyar kormánynak a támogatásával valósul meg nemzetiségi keretből. Ez egy 400 millió forintos keret, illetve pénzmennyiség, amit kaptunk erre. Ennek fedeznie kell az építési előkészületeket, tervezéseket, közbeszerzést és magát az építésnek a folyamatát is. Jelen pillanatban milyen funkciót lát el a Forfa épülete, illetve milyen lehetőségek nyílnak meg az új tantermekkel? A Forfa az ugye ez egy komplexum tulajdonképpen, amiről beszélünk, az egyes már hiányzik, ugye az már katolikus gimnáziumnak a helyén volt régen, ez itt a kettesnek a helyén állunk, illetve mögöttem láthatóan még egy része megmaradt a kettes épületrésznek, illetve tőlem jobbra található a hármas épületrész, ahol az öltözők találhatók, mögöttem lévő épületrészben pedig az étkezde található. Azok számára, akik nincsenek képben, ez a Forfa elnevezés, ez honnan jön, mit akar? Ez egy 40 évvel ezelőtt épült épület, ez egy akkori építési technika volt. Azt gondolom, hogy lehet is látni ott a félbeszeletelt épületnél, hogy egy fa, illetve egy cementlap párosításból, préselt anyagból egy gyors szerkezetes épület volt. Akkoriban hallottuk, hogy 10 évre építik, hát azon túlcsúsztunk már 30 évvel. Már éppen időszerű az, hogy ennek a felújítása megtörténjen. Az a kérdésére visszatérve, hogy milyen funkciókkal látjuk el, most ebben 4 darab tanterem és 2 csoportbontásos terem, ezen kívül WC, mellékhelyiség, folyosók kerül kialakításra. A folytatásban mindenki egyetért azzal, hogy ennek a Forfának, a mögöttem lévő maradványoknak nem kell, hogy maradjon. Az, hogy mi kerül még bele, nyilván étkezdét szükséges felújítani, öltözőket, és hogy mekkora volumenbe folytatjuk ezt majd, én mindenképpen annak vagyok a híve, és azt követem, hogy ennek a belső magnak, ahol itt most már 3 iskola is van, Nagy Sándor gimnázium, Prohászka gimnázium, illetve itt a Knáp 60-as épületben most 2 a Széchenyi iskolával közösen, ennek a túlterheltségét csökkentsük. Tehát a fejlesztések azok a beszűkített helyeknek és már az elavultaknak a felújítására szolgál. Semmiképpen nem pártolom azt, hogy ennek a belső magnak, hiába vagyunk város, azért be kell valljuk, az utcaszerkezetünk az egy falusias utcaszerkezet, hogy egy élhető legyen mindenki számára ez a környék, és a fejlesztések jövőben így valósuljanak meg. Az építkezés alatt mik voltak a legnagyobb kihívások, amikkel meg kellett küzdeniük? A legnagyobb kihívások, én azt gondolom, hogy azok még előttünk állnak, hiszen mindig találunk, ahogy szokták mondani, akkor csontvázakat, amikor elkezdtünk bontani, tehát szembesülünk azzal, hogy azok a közmű bekötések, amik jelenleg is használva vannak a Forfa részéről, azok nem fogják tudni kiszolgálni az új épületet, illetve mi nem is szeretnénk, hogy kiszolgálja, hiszen akkor determinálunk egy ilyen nem igazán működő rendszert, tehát új csatorna, vízbekötésekre lesz szüksége, nyilván elektromos hálózatfejlesztésre. A nagy kihívás az, hogy egy működő intézményben egy épületet kettévágva gyerekek tanulnak, működtetni kell az egészet és közben építkezni, de én azt gondolom, hogy igazgatóasszonyokkal konzultálva folyamatosan 2 hete egy működőképesen tudjuk ezt tenni. Az iskolásokat nem zavarjuk, ha ne talántán olyan lenne előre egyeztetve, hogy kicsit hangosabb lenne egy munkafolyamat, leegyeztetjük és készségesen mind a gimnázium részéről, mind az általános iskolák részéről úgy alakítják a tanrendjüket, hogy ezt meg tudjuk tenni. És végül mekkora terhet vesz majd le az intézményről, ha elkészül a beruházás? Óriási terhet vesz le, de még óriási teher marad az intézményeken. A főépület a Knáb utca 60-as területen
Ez egy 16 tantermes iskoláról beszélünk, és hozzá szükséges kiegészítőkről. Ebben most 24 osztály van, tehát lehet látni, hogy megfelelően túlterhelt. Most csak 4 osztállyal bővülünk, de nyilván segít, de azért még messze vannak a kitűzött céljaink. Én azt gondolom, hogy haladunk vele. Mi törekedtünk arra, hogy a gyerekek számára egy nagyon biztonságos építése lehet látni a fal szerkezetet is. Egy acélvázas szerkezet, kitöltő falazattal, hőszigeteléssel készül. Mögötte a forfa múltja, az egy nagyon vékony szerkezetű épület volt. Én azt gondolom, hogy amit építünk, azt a jövőnek építjük. Tehát ez egy stabil és kimondottan oktatási célra kialakított épület lesz.